Az államigazgatás kerüljön közelebb az állampolgárokhoz, ez volt a kiindulási alapja annak az elképzelésnek, amelynek első lépéseként 2013 elején 13 járás állt fel a megyében. Egyre több navos ügyet lehet intézni a kormányablakokban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy van létjogosultsága az adóhatósági ügyfélpontoknak is. Ott, ahol tavaly nyáron megnyirt, napi 10-15 ügyfelet fogadnak, nemrég Ibrányban is nyílt ilyen ügyfélpont, így az ott lakóknak már elég csak a járási kormányablakba menni ügyet intézni. Öt éve működnek a járások. Szabolszat már Bereg megyében tavaly már több mint 800 ezer esetben fordultak a lakosok a járási hivatalok dolgozóihoz. Az volt a cél, amikor ezt létrehoztuk 2011 január, vagy 2013. január 1 hogy minél közelebb hozni az ügyintézést az emberekhez, minél szakszerűbben modern közigazgatást hozzunk létre, az elektronikus digitális eszközöket is bemolma, integrált ügyeket, és emberségesen. Tehát az a cél, hogy az államigazgatás úgy működjön, hogy ne a hatóságok érdekei, hanem az emberek érdekei legyenek az elsődlegesek. Ezért örülök ennek, hiszen az adóügyekkel szinte minden állampolgár találkozik, és itt olcsóbb, egyszerűbb, gyorsabb lesz az ügyintézés, és az emberek pénzt takaríthatnak meg. Ez a bürokrácia csökkentés része. A téma kapcsán vendégeink itt a stúdióban Román István Kormány megbízott úr és Szűcs Sándor, az Ibrányi Járási Hivatal vezetője. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Kormány úr, úgy tudom, hogy ön ö, már akkor sok mindent tudott, vagy talán többet, mint mi, amikor még csak a tervek szintjén működtek ezek a tervezett reformok. Tehát még maga a rendszerbevezetése előtt. Országgyűlési képviselőként részese voltam annak a törvényalkotási folyamatnak, amely révén létrejöttek a kormányhivatalok és a járáshivatalok, és aminek az egyik végeredmény az lett Szabolcs-Szatmámberek hogy 13 hivatal kezdhette meg a működését. De valóban most a jogalkalmazóként a... Érdekes és nagy kihívást jelentő feladat az, hogy az annak idején létrehozott rendszerhoz hogyan és mint működik az ember megtapasztalhatja a saját maga felelősségi körén keresztül. Én azt látom, hogy azok a célok, amelyeket akkor kitűzött a kormányzat maga elé, azok a célok jelentős része megvalósult, hogy legalábbis abba az irányba halad, amely irányba akkor el szerettünk volna indulni. Milyen szinten lehet mérni a lakosság visszajelzését, hiszen legfőképpen az alapvető cél mégis az volt, hogy számukra könnyebbé váljon az ügyintézés, és közelebb kerüljön fizikálisan hozzájuk. Az elmúlt években azért rengeteg vívmány volt. Ha visszagondolunk azokra a régi időkre, amikor nem léteztek még a járási hatalok és az integrált kormányablakok, akkor bizonyára sok sokunknak vannak olyan történetei, hogy egy-két nap szabadságot ki kellett arra kivenni, hogy négy-öt helyre is elmenni, egy-egy igazolást beszerezni, utána járni ügyeknek, kideríteni, hogy egyáltalán hol van az az szolgálat, mikor van nyitva, hogyan és mind működik, ez rengeteg energiát lekötött. Ha számok nyelvére lefordítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az okmányirodákban, amik a kormányhivatal létrejött előtt, 29 ügyet lehetett elintézni, ma már 1484 olyan ügy van, amelyért az állam a járási hivatalokban lévő kormányablakokat megkereshetik. Ez nem azt jelenti, hogy a bürokrácia ilyen mértékben robbanásnak indult és ilyen mértékben nőtt, hanem ez egyszerűen azt jelenti, hogy azok a különböző ügyek, amelyek nem integráltan, hanem különböző hivataloknál voltak, azok egy helyen, egy helyre kerültek és egy helyen intézhetőek. Emellett csökkent az ügyintézésnek a határideje, bevezetése került az elektronikus ügyintézés, és számos ilyen fejlődést vagy fejlesztést tudnék mondani, amiről mi azt gondoljuk, hogy sokkal kényelmesebbé, könnyebbé, egyszerűbbé tette az embereknek az életét, ráadásul olcsóbbá is, mert hogy nagyon sok ilyen ügyintézni valónak az eljárási diát eltöröltük. Tavaly éven 14 milliárd forint maradt az embereknél, annak köszönhetően, hogy olyan szolgáltatásokért, amiért korábban kellett diát fizetniük, ma már nem kell. Hivatalvezető úr, azt gondolom, hogy ön napjában azért igen sok emberrel találkozik magában a járási hivatalban, akik ügyet intézni mennek, és nem feltétlenül ébrányi lakosok, ők mindannyian. Mennyi idő kellett, mit mutatnak a tapasztalatok ahhoz, hogy megszokják az emberek, hogy járásokban gondolkodjanak? Azt szokták mondani, hogy a jót könnyű megszokni. Ugye a legfontosabb vívmány az volt, ö, szerkesztő asszony is ezzel kezdte, hogy kerüljön közelebb az állami közgatás az állampolgárokhoz. És akár Ibrányban, de a többi járásban is ugye azt tapasztalták meg a, az állampolgárok, hogy bizonyos ügyek tekintetében nem kell beutazni a székhelyre, hanem igen hamar felfedezték, hogy nyugdíjügyeket, családtámogatás ügyeket, amelyek vonatkozásában eddig ugye utazniuk kellett, kiegészül, ugye már elsőt most az adóügyekkel is, elegendő befáradna a és azért sikerült azt kialakítani, nyilván ez a döntéshozóknak is az érdeme, hogy 30 kilométeren belül mindenhol van a megyében járásszékhely vagy kormányablak, tehát gyakorlatilag valóban nagyon közel került a konkrét állami az állampolgárokhoz, és ezt igen hamar, ennek az előnyeit igen hamar felismerték, és ki is használják az állampolgárok. Azok, akiknek néhány új fogalmat is meg kellett tanulni, hiszen kormányablakokról beszélünk korábban, mint ahogy kormány megbízott úr is mondta, okmányi indultunk el, és vártunk, mikor mennyit kellett. Lehet-e olyan szinten figyelni a lakosságra, akik bármilyen rendszerességgel kereshetik a hivatalt, mert bármilyen jellegű ügyet tudnak most ott elintézni, lehet az ő vagy jelzéseikre úgy figyelni, amit aztán tovább gondolva esetleg be lehet építeni további fejlesztésekbe vagy fejlődésbe? Természetesen. Ugye 2011. január 1 ahogy a kormány hivatalok felálltak, az első generációs kormányablakok ugye megkezdték a működésüket, így Nyíregyházan a Hősök Tere három szám alatt, akkor 29 ügykörrel indult a kormányablakrendszer. Ugye azért volt, azért nevezik azóta is első generációs kormányablakoknak, hiszen akkor még nem történt meg az okmányirodai integráció, tehát ez megelőzte kvázi ezt a, ezt a, rendszert. Viszont az első napoktól kezdve ügyfélelegerettségmérést végeztek a kormányablakok, és ezeknek a tapasztalatoknak gyakorlatilag a feldolgozása kapcsán, hogy ezek beépültek ki, később a nőtéshozatalva, és az a folyamat nem állt le minden egyes ügyfelet megkeresnek a kollégák ezzel a bizonyos kérdőjűvel, amit igyekeztünk az ő igényeikhez mérteni és leegyszerűsíteni, hogy ne vegyen sok időt igénybe ez a szondázás, de ez minden egyes alkalommal felajánljuk az ügyfeleknek, hogy mondják el a véleményüket az ügyintézésről, tapasztalataikról, mennyi időt kellett sorban állniuk, sikerült -e az ügyeket elintézni, és milyen szájézzel távoznak, a folyamat az zajlik. És még tudok öntől olyat kérdezni, amire konkrétan a, a saját lakókörnyezetük környezetük vonatkozásában tud nyilatkozni. Hamar sikerült ezt a szakembereket találni. A helyzet az sajátos. Humán forrás tekintetében lényeges számbeli fejlesztés nem történt, tartalmi fejlesztés történt. De gyakorlatilag az első kormányablakok megnyitását megelőzően indult egy kormányablak ügyintézői képzés, a igyekeztünk a kollégákat fölkészíteni erre az igencsak megnövekedett feladatkörre, de őket is igazolja, és az időt is igazolja, mennyire jó szakemberek voltak eddig is a rendszerben, hogy gyakorlatilag a korábbi okmányerő, de ügyintézőkre támaszkodik a rendszer. Az ő továbbképzésük kapcsán sikerült azt elérni, hogy az okmányerődei feladatokon túl elsajátították a úr által is említett szám azért érdemes figyelembe, hogy 1400 ügykört gyakorlatilag legalábbis olyan szinten, hogy tudjanak tájékoztatást adni az ügyfeleknek, illetve kérelmeket átvenni. Úgyhogy igazából egy tartalomfejlesztés történt, egy folyamatos képzés. Minden kollega, aki kormányablakban ül, egy igen komoly képzésen esik át, hogy ezeket a tudásokat meg tudják szerezni. Folyamatosan ö, halljuk a híreket és számolunk be róla, hogy újabb kormányablakok nyílnak, tehát a lakosság egyre több ponton érheti el a lehetőségét annak, hogy az ügyeit akár saját magához minél közelebb tudja elintézni. A rendszerben résztvevő szakemberek ö, képzésénél is egy, ö, egy úgy tűnik egy nagyon jól átgondolt folyamat indult el, hiszen saját iskolában képezik a szakembereket. Valóban így van egyrészt a kormányablakok a megye számos pontján megtalálhatóak még és ezeknek a kormányablakoknak a terheltségét az odaulóg munkát azt folyamatosan figyelemmel kísérjük és Gyakorlatilag ennek az eredménye az, hogy a közeljövőben két újabb kormányablak fog nyílni szabolcs megyében. Az egyik Nyíregyházán a Mávállomáson, a másik pedig a Kemecsei járásívatal az új Kemecsei járáshivatal megépítésével együtt Kemecse városában fog megvalósulni. Én azt gondolom, hogy, hogy ezzel valóban teljesül az, a, az, az elvárás, hogy olyan nagyságrendben és olyan közelségben lehessen az ügyeket elintézni, ahogy szerettük volna. És ennek a másik oldala a a kollégáinknak a felkészültsége. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatosan szervezi azokat a továbbképzéseket, amelyeket a mi kollégáink észrevételi vélemény alapján is kialakítanak. És itt a cél nyilvánvalóan az, hogy ha szeretnénk, hogy az ügyintézés az minél szakszerűbb legyen, az az kell, hogy megfelelő tudással is rendelkezzenek a kollégák. De amit én ennél kicsit fontosabbnak tartok, én azt látom, hogy végbe ment egy munkahelyi kultúraváltás is az elmúlt években. Tehát ügyintézők részéről az gondolom, hogy akik az emberekkel találkoznak, ma már nem találkozni olyan kirívó esetekkel, ami után rossz távoztak volna azok, akiknek valamilyen problémás dolgok valamilyen elintézni valójuk volt. Én úgy látom, hogy ebben a tekintetben is óriási változáson ment keresztül a rendszer, és ilyen tekintetben én apjában véve elégedett vagyok a kollégákkal, mert nem csak hogy szakmailag, de emberileg is megállják a helyüket. És akkor elkezdődött a hatodik év, és a kedves vendégeknek köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba.